A stúdióban Boros Tamás, Galgóci Eszter és Tasnádi András. Oroszország nem felelős semmiért, csak védekezik a náci agresszió ellen, amit a nyugati világ új führere Joe Biden indított. Egyébként pedig, ha mégis Oroszország indította volna az agressziót, ha mégis Oroszország csinálna olyan rémtetteket, mint a nácik, akkor annak meg azt üzenjük, hogy Oroszországnak joga van erősnek lenni. Ez volt Putyin elnök évértékelője tömören. Vagy nem voltam egészen objektív? De nagyjából objektív voltál. Független objektív voltál. Független objektív, igen. Nekem inkább csak ez a joga van erősnek lenni történet üti meg mindig a fülemet, mert hogy valóban erős? Mert én azt érzem, hogy Oroszország ezzel a háborúval így gyakorlatilag demonstrált, hogy ő már nem akkora szuperhatalom, mint amit eddig feltételeztünk róla. Ugyanis, hogyha az lenne, akkor minimum sikerült volna bevonulni, és aztán lehet, hogy fel kell adni a pozíciókat, de hogy majdnem egy évvel vagyunk a háború után, és így szorítják kifele őket. Furcsa, hogy egy szuperhatalom úgy viselkedik, mint egy sértett középső sovodás, aki elvenni egy kis csoportos uzsonnáját, elkezdi ütlegelni, és több óvodás is a sértett mellé áll, egy ilyen kisebb csoport gyűlik össze, és összefognak ellene, és akkor elkezdi ordítani ez a nagy csoportos, egy középső csoportos, hogy hát mi ez a globális összetűzés, ez egy lokális konfliktus, menjetek szépen visszajátszani. De hát a háború az nem így működik. Ugye úgy fogalmazott Putyin, hogy nem titkolt célja, hogy globális összetűzéssé változtassa a lokális konfliktust a nyugat, miközben egy agresszor államról beszélünk, amely betört egy másik országnak a szuverén területére, és hát igény tart bizonyos területekre, ami eredetileg nem az övé. És akkor emellett van még egy történelmi párhuzam, sok témát fel lehet hozni ezzel a Putyin beszéddel kapcsolatban, de ott van például az a történelmi párhuzam, hogy úgy fogalmazott Putyin, hogy az 1930-as években a nyugat megnyitotta az utat a hatalomhoz a náciknak Németországban, ma Ukrajnából anti-Oroszországot akarnak csinálni. Aki ismeri a történelmet, azt tudja, hogy ennek a tervnek az eredete a 19. századig nyúlik vissza, akkor érlelte ki az osztrák-magyar monarchia, Lengyelország, hogy történelmi területeinket elszakítsák tőlünk. Ez egy tipikus ilyen hamis párhuzamérvelés. Már az alapállítás is sántít, amit egyébként az egyik portálon Ungvári Krisztián nagyon szépen levezetve cáfolt ételesen, hogy hát talán a KGB képzéseken egy kicsit több történelmi oktatása lett volna ahhoz szükség, hogy Putyin pontosabban tudjon fogalmazni. Tehát már az alapállítással is gond van, és nemhogy az arra épülő párhuzammal. De mindenki a párhuzammal van elfoglalva, mert az egy meredek párhuzam, ez egy nagyon meredek állítás, így aztán senki nem fogja vitatni, vagy csak nagyon kevesen fogják vitatni az alapállítást, viszont vannak ilyen ungvárik, akik kiszúrják, hogy itt valami nem oké. De mi az alapállítás? Bocsánat, én elvesztettem a fonalat. Felolvassam újból? Lényeg a lényeg, hogy... Az osztrák-magyar monarchia Lengyelországnak volt köszönhető, ők érlelték ki azt, hogy történelmi területeinket, vagyis Oroszország történelmi területeit elszakítsák a nagy Oroszországtól, és tulajdonképpen ez egy ilyen kontraakció, amit most Oroszország vezet a nyugattal szemben, tehát ez már elkezdődött egészen a 19. században, illetve annak első felében, és hát mostanra robbant ez a bomba, először a Krím félsziget kapcsán, ugye akkor Grúziát lehet említeni, és hát jó, ez a nyugat folyamatosan fenyeget, folyamatosan közeledik, olyan helyekre telepít NATO csapatokat, ahova nem szabadna, nem lehet más csinálni, hát vissza kell vágni. Igen, de szerintem ez egyébként nem a történelem ismereteken múlik, hanem sokkal inkább van az orosz népléleknek egy két durva élménye, ugye az egyik Napóleon, a másik meg a Hitler, és ők tényleg úgy vannak vele, hogy így folyamatosan növekedni kell, folyamatosan kitolni a határokat, mert csak akkor vagyunk biztonságban, és van egy ilyen nagyon-nagyon paranoid oldala az orosz politikai elitnek, meg valószínűleg a népéleknek is, de hogy
a Magyarországgal kapcsolatos párhuzamok ne érjenek véget az osztrák-magyar monarchiával. Én a beszédben azért láttam egy kis összekacsintást Orbán Viktor és Putyin között, tehát hogy itt az Orbán csicskaság megint kicsit lelepleződött, ugyanis van egy pillanat, amikor Putyin arról beszél, hogy az orosz infláció 4% körül lesz, és emlékeztette a közönséget, hogy hát vannak nyugati országok, ahol 17-18, sőt 20% körül mozog az infláció. Most egészen pontosan úgy van, hogy Európában mindenhol nagyjából 10% alatt van az infláció, 10% körül van Lengyelországban, kicsit 10% fölött, és hát igen, az ténykérdés, hogy Magyarországon meg ez a 17-18%-os adat elvileg a hivatalos, amit sokan kétségbe vonnak, és mondják azt, hogy hát, hogy az jóval több, mi akár mint 20%, tehát némi magyarázat arra, hogy mi lehet a magyar inflációnak az egyik oka, hogy lehet, hogy az Orbán Viktor ezzel is a Putyint akarja meg a putyini propagandát kiszolgálni. A következő párhuzamok is egyébként a két beszéd, ugye a két évértékelő között fennállnak, hogy az Orbán beszéd az ugye szintén arról szólt, mint a Putyin beszéd, hogy itt van egy óriási lehetőség a gazdaság előtt, most kicsit rosszul mennek a dolgaink, de hamarosan mi élelmiszer bajnokok leszünk, hamarosan már a magyar gazdasági csodának fognak az emberek kíváncsi módon utána járni, és hát a Putyin beszéd is nagyjából arról szólt, hogy most nehéz a helyzet, de hát itt hatalmas fejlesztések lesznek, óriási infrastruktúrális beruházások, hatalmas egyetemi reformok, tehát ez mondjuk nyilván egyébként minden évértékelőben fel lehet ilyen párhuzamokat akár mutatni, de olyan tekintetben szerintem megáll a példa, hogy tényleg mind a két ország egy viszonylag nehéz gazdasági helyzetben mond egy ilyen nagyon-nagyon optimista beszédet a vezető, de folytatódnak a párhuzamok, hiszen mind a két nem tudom én, egyik miniszterelnök, a másik elnök, mindketten a fenyegető veszélyek között elsősorban említik a gendert, a pedofil démont, tehát a problémák azért ilyen módon közösek, és hát az is nagyon szembetűnően hasonló a két félnek a retorikájába, hogy a világ destabilizáló tényezőjeként egyik sem fél megnevezni a NATO-t és az USA-t. Tehát azért az illiberális együttműködés ilyen módon szerintem a Putyin beszédbe és az Orbán beszédbe egy kimutatható, megtalálható. Hát két jó barát nyilvánvalóan ugyanazt mondja, ugyanúgy értékelik a világot. Szerintem nincsen összekacsintás a kettő között, csak vagy ugyanarra gondoltak, vagy egyébként Orbán Viktor akkora formátumú ember, hogy az ő beszédéből kellett egy kicsit így elcsenni. Nekem így összességében az volt amúgy ettől függetlenül az ilyen érzésem, hogy ez az egész, ez csak arról szólt, hogy belpolitikai értelemben megmutassa, hogy itt nincs visszavonulás. Tehát, hogy így azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy az orosz néplélek szeret háborúzni, meg egyébként könnyebben is elfogadja a mindenféle veszteséget, az emberi veszteséget, a gazdasági veszteséget, a nemes célokért, mint mondjuk Nyugat vagy Amerika, de hogy itt is biztos, hogy van már valami fajta türelmetlenség, ugye ez egy ilyen villámháborúnak indult, hát két nap múlva lesz egy éve, hogy elkezdődött, és hogy így tényleg azt láttam, hogy így Putyin így erősen érzi a késztetést, hogy így most így mindent beleadok, most így fullba tolom a kretén, de legalább mindenkit megnyugtatok, hogy én így nagyon erős vagyok, nagyon kitartunk, és itt ennek meg lesz tényleg a dicsősége és a nyeresége. Amikor Putyin belépett Ukrajna területére, akkor azt mondta, hogy katonai hadműveletről van szó, és az elsődleges cél a nácitlanítás, hogy felszabadítsa Ukrajnát a nácik uralma alól. Akkor még nem igazán volt a retorika része itt egy globális összeesküvés, amellyel Oroszországot próbálják legyőzni. Most úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan felrúgta a globális békét fenntartó alapvető megállapodásokat.
Tehát akkor még globális bűnökről nem volt szó. Aztán kiderült, hogy ez a nácitlanítás már nem elég erős érv, mert extra erőket kell mozgósítani, olyan erőforrásokhoz kell nyúlni, ami előre nem volt még megtervezve, ahogy említette Eszter is, villámháborúnak indult, aztán más irányba indult el ez a történet. Illetve a másik érdekesség még, hogy azok a népek váltak bűnössé a háborúért hirtelen, amelyek segítik Ukrajnát. Hát nagyon ismerős számunkra ez a retorika, ugye? Ki a háborúpárti Orbán Viktor érvelésében? Hát aki ugye segíti az ukránokat. Ezen kívül azt is mondta Putyin, hogy ő mindent elhetőt megtett, hogy megoldja az ukrajnai válságot. És itt azért érdemes felfedezni egy párhuzamot a nyugat és a kelet között. Éppen úgy viselkedik és úgy érvel Putyin, mint Amerika például a demokrácia exportjával. Ki kérte, ki hatalmazta fel arra, hogy egy szuverén nép korrupciós ideológiai problémáit megoldja? Megint ez az említett hamis párhuzam érvelés. Már az alapállítás is sántít, hiszen milyen válságban is volt Ukrajna? Oké, elfogadhatjuk azt az érvelést, amelyet Putyin letett az asztalra, és nyilván az ott élő oroszokat próbálja védeni, nyilván itt idézőjelben. Na de ezzel nagyon sokáig neki nem volt gondja. Nagyon sokáig várt ezzel. Hát akkor ezt már el kellett volna indítani jóval-jóval korábban, hogy az ott élő oroszokat felszabadítsa, akár úgy, hogy szépen visszatereli őket az anyaországba. De hát nem erről van szó. Nagyon erős volt benne a békevágy. Tehát, hogy hosszú időnek és nagyon sok szörnyűségnek kellett megtörténnie, hát hogy Putyin, aki egy annyira békés ember, és annyira hisz a világ békében. Na de várjatok. Hát meg hitt a szeretet erejében. Tehát azt gondolta, hogy ezek kisebb konfliktusok, amik majd meg fognak oldódni, és tényleg, tehát, hogy most tett be a pohár. És várjátok, a magyar kormány ugye ezen párhuzam mentén haladva mit kér számon egyébként Brüsszeltől? Hát, hogy ne avatkozzatok be a magyar belpolitikába, mi egy szuverén ország vagyunk. Hello, hello, gyermekvédelmi törvény. Hagyjatok békén, majd mi eldöntjük. Orbán Viktor ilyenkor miért nem mondja ezt? Miért nem vág vissza Putyinnak, hogy haver, figyelj, itt éppen beavatkozol valami olyasmibe, ami nem a te dolgod. De az ő dolga, mert ugye a saját nemzetéhez tartozó embereket kellett megvédenie. Ja, hát így. A beszédben Putyin beszél a munkaerőpiac stabilitásáról, és nagy eredményként kommunikálja, hogy a pandémia előtt 4,7% volt a munkanélküliség, ma ez 3,7%, hogy történelmi szinten alacsony adat. Ehhez egyébként érdekes módon ő azt mondja magyarázatként, hogy nagyon gyorsan kellett cselekedni minden területen, és sokat köszönhet a magánszektornak, főleg a kis- és középvállalkozásoknak. Én azért megjegyezném, csak egészen zárójelesen, és tényleg nem akarja az ember az illiberális világnak a vezetőjét kioktatni, hogy azért ebbe a nagyon-nagyon imponáló munkanélküliségi adatba némileg talán csak egy egészen aprót közrejátszhat az a sajnálatos tény, hogy 100 000 orosz fiatal meghalt a fronton, és besoroztak 500 000-t, és elmenekült az országból még több 100 000 ember. Tehát, hogy a munkanélküliségi adatra hivatkozni az egyébként olyan gátlástalan cinizmus, ilyen emberáldozatok, meg ilyen véráldozatok, meg ilyen mobilizáció után, hogy tényleg... Nyilván, igen, de ő oda akar lőni egyet a nyugatnak megint, hogy szankciók, hát hagyjatok, hát tök jól érezzük magunkat, látjátok, leszorítjuk az inflációt, fejlődni is fogunk, nincsen munkanélküliség, miközben minden gazdasági elemző, akár jobbról, akár balról van szó, elmondja, hogy ha szankciók, azok hosszú távon fognak működni. Tehát nem egy év, lehet, hogy még nem kettő év, hanem 5-10 éves távlatban fog ez rettentően fájni majd Oroszországnak, csak hát ugye azzal nem érvelhet Putyin, hogy na jaj, jó, majd később baj lesz. Amikor azért ezeket a szankciókat bevezették, azért nem hangoztak el azt, hogy ezek majd 5-10 évben fog, 5-10 éves távlatban fognak. Az elemzőktől, de a Tomi ugye itt ne. Az elemzőkre mutatott. Hát, tehát, az elemzőknek is szerintem csak egy kis része. Arra senki nem számított, hogyha egyébként igazak ezek az orosz GDP adatok, hogy amit Nyugat-Európában sem nagyon vitatnak, hogy olyan 2-3 százalékos csak idézőjelben a visszaesés, hogy ennyi
mennyire szankcióálló az orosz gazdaság, de azért, mert valamit megpróbál egyébként Nyugat-Európa, tehát hogy ez egy ilyen tipikus érvelés, vagy érvelési hiba, hogy az eredményből következtetünk a döntésnek a jóságára vagy rosszságára. Tehát a döntés... De szerintem az történik, mert azt mondják, hogy hiba volt a szankció, mert hogy nem kényszerített retélre Oroszországot, mint amit vártak tőle nagyon sokan. Egyébként... De ezt olyan politikusok mondják, akik egyébként ezekkel akarnak különböző választói rétegeket magukhoz csábítani. De vagy mit, maguk mit mellett tartani. Hát, hogy hiba volt a szankciók, azért nem ez az általános gondolatiság. Nem az általános, de nyilván van egy ilyen típusú kritikája a szankcióknak, és azt gondolom, hogy olyan abban az értelemben igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy a szankciók jóval kevesebb, akár Orbán Viktornak is, hogy neki igaza volt abban, hogy az orosz gazdaság szankcióálló, és nem fogják tudni ezzel Oroszországot térdre kényszeríteni, mert tényleg nem történt meg, de ettől függetlenül... Ő abban a 3%-ba tartozik egyébként, mármint Orbán Viktor itt az országban, aki szerint szükség van a szankciókra. Ezt is tegyük hozzá gyorsan. De ne tegyük hozzá, mert ez se igaz. Orbán Viktor megszavazta a szankciókat azért, mert egész egyszerűen egy ponton túl ellenkezni a többséggel nem éri meg, mert... Te ezt most komolyan gondolod? De most tényleg te fogod felmenteni őt? De nem felmentem... Te felmondod az orbáni retorikát? De nem felmentem őt, csak azt gondolom, hogy azt szerintem... Tehát, hogy azt már ne kérjük számon az Orbán Viktoron, hogy olyan értelemben reálpolitikus, hogy van egy kérdés, amiben kisebbségben marad, és nem feszül be, és nem vétózza meg, mert mi történne, hogyha megvétózta volna, akkor valószínűleg tényleg kizárják Magyarországot az Európai Unióból, vagy találnak egy olyan keretrendszert, hogy Magyarországnak ezekhez a döntésekhez semmi köze ne legyen. Tehát egész egyszerűen reálpolitikailag lett volna rossz a véleményébe mondjuk odáig beleállni, hogy vétózzon. És az Orbán Viktor ezt felmérte, és szerintem ilyen értelemben helyesen cselekedett, mert most lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor legyél keményebb, álljál bele. Egyszer sem hallottam azt Orbán Viktortól, amit te itt elmondtál, hogy azért fogom megszavazni ezeket a szankciókat, hogy nehogy kirúgjanak minket az Európai Unióból. Igen, mert nem mond ilyeneket, de pontosan értjük, hogy ezért szavazta meg őket. Nagy kényszer, nagy nyomás volt rajta, nyilván az oroszok részéről is volt rajta a nyomás, és úgy döntött, hogy az ország meg az ő politikai túlélésének az azért... De ezt senki soha nem kérte számon rajta. Attól nem fél, hogy a NATO-ból kirúgnak minket? Mert folyamatosan a NATO ellenében beszél, a NATO stratégia ellenében beszél. Soha korábban, ma beszéltem egy történésszel, soha korábban nem fordult elő, hogy valaki egy ilyen háborús időszakban egy katonai védelmi rendszer ellenében mert volna beszélni. És ő meg megteszi. Tehát akkor attól meg nem tart, hogy esetleg páros lábbal kivágnak minket a NATO-ból? De szerintem semmi olyat nem csinál a NATO kapcsán se az Orbán Viktor, amit ne lehetne csinálni. Nyilván nem feltétlenül a legbarátibb gesztus a részéről, de szerintem a NATO nincs. Tehát hogy mondjam, hogy az egy objektív kérdés, eldönthető kérdés, hogy háborúban van-e a NATO, vagy nincs háborúban a NATO. A NATO jelenleg nincsen háborúban. Az is egy objektív kérdés, hogy van-e olyan NATO kötelezettség, amit megszegünk, vagy nincs olyan NATO kötelezettség. Nincs olyan NATO kötelezettség, amit a Magyarország... De facto közti játék. De pontosan látjuk, hogy háborúban van a NATO. De nincsen. Tehát, hogy ez minden NATO tagállam, és egyébként, ha meg háborúban van a NATO, akkor miért nincsenek NATO csapatok a fronton? Tehát, hogy az az igazság, hogy ebben a kérdésben meg szerintem az Orbán Viktornak van igaza, mert nem játszik tiszta lapokkal se a nyugati elittel, se a nyugati elit a saját közvéleményével szembe, se velünk például, akik, vagy a magyar kormánnyal Orbán szemben. Se Orbán Viktor velünk szemben. Tehát, akkor ezt kérje számon, amit te is. Akkor kérje ezt számon. Tóth Gabi élete egyik legszebb és legmeghatározóbb színpadi élményét élhette át, amikor modern technikának köszönhetően Kóbor Jánossal énekelte a Gyöngyhajú lányt. Az énekesnő nem mindennapi érzéseket tapasztalt közben. Én azon gondolkoztam, amikor ezt a hírt elolvastam a Blikken, hogy milyennek a hírértéke. Az, hogy Tóth Gabinak szakrális élménye volt, vagy az, hogy duettezhetett valakivel, aki már nincs a körünkben, mert hogyha jól emlékszem, és mert pedig akkor még gyerek voltam, és ezeket követtem folyamatosan, a Megasztárnak volt egyszer egy ilyen óriási dobása, hogy Kaszás Attilát vetítették ki, és Rúzsa Magdi duettezett vele.
megfelelési kényszeres ez a Tóth Gabi, azt már tapasztaltuk korábban. Én legalább 1000 különböző énekessel duetteztem együtt a zuhany alatt, igen, és különböző helyiségekben a lakásban, és valahogy nem volt spirituális élményem, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lett volna spirituális élmény egyébként Tóth Gabinek, hogy a mennyek országa az megnyílt, és akkor egyfajta közvetítőként ő valóban érezte azt, hogy megjelenik Kóbor János, és nem csak a hangját hallotta, hanem érezte a jelenlétét. Ha nem éreztem volna a produkció minden egyes mozzanatában, pillanatában a megszerkesztettséget, a tudatosságot, az alkotó, az író felé való kilépést, a színpadiasságot, a megjátszást, ami nyilván ennek a műfajnak a sajátja, tehát ezt ilyen Broadway-esen adta elő, és némileg modernebb stílusban, mint az eredeti. Akkor ha nem éreztem volna ezt a mesterkéltséget, akkor tényleg azt mondom, hogy voltak olyan pillanatai ennek a dalnak, amikor spirituális állapotba került Tóth Gabi, megnyílt a tudata, és közvetítőként valami olyasmit láthattunk, amire nincs magyarázatunk, akár egy olyan hangot, egy olyan gesztust, egy olyan mozzanatot, ami valahogy nem illett volna a képbe, de valahogy minden a képbe illet, és minden Tóth Gabi is volt. Én ezért vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, amit mondott Tóth Gabi, meg hát azért, mert baromira nem hiteles a csaj. Igen, én nekem tényleg lehet, hogy én vagyok rossz indulatú, de amikor így a kegyelettel, a spiritualitással ilyen módon él valaki a nyilvánosságba, vagy él vissza a nyilvánosságba, az nekem ilyen kifejezetten rossz érzésem van, de ez lehet egyébként, hogy túlérzékenység a részemről. Azt viszont már nem hiszem, hogy túlérzékenység lenne, hogy én megnéztem ezt a produkciót, ahogy a Tóth Gabi énekel, és én őt egy tehetséges embernek tartom, meg szerintem jó hangja van, meg jó előadó, ilyen hihetetlen energiákat tud tényleg mozgósítani a színpadon, viszont ebben a dalban, amikor ő a gyöngyhajú lányt énekelte, így az ő neki a gyerekbetegségei, ez a maníros ripacskodás ilyen nagyon-nagyon kijött, de még azon túl is, hogy ő egész egyszerűen ilyen nagyon nagyot akart énekelni, egy nagyon nagy drámát közvetíteni, és olyan volt az egész csaj, mint egy transvestita, aki meg akar verni valakit. Csak hogy nem vicsorgott. Tehát, hogy egész egyszerűen így se nőiesség nem volt benne, se az a fajta átszemlemültség, amire ő hivatkozott, és amikor megjelent a Kóbor János, és elkezdte a Kóbor János ugye énekelni, és érezte az ember az egésznek a elképesztő különbségét, hogy ott lenn a színpadon, van egy ilyen dühött akarat, hogy én most megmutatom a világnak, hogy mekkora művésznő vagyok, és mekkora díva vagyok, és fenn meg volt egy mű, vagy a letfalon, meg volt egy művész, aki meg tényleg teljesített, aki tolmácsolta úgy ezt a szöveget, meg ezt a dalt, ahogy azt kell, és ott meg a helyén volt minden, és így különösen a kettő egymás mellett, hát szerintem egy ilyen rémkellemetlen élmény volt. Tehát, hogy így nem akarom megvédeni a produkciót. Nem akarom megvédeni a szakrális ripacskodást, mert szerintem... Akkor légy színe legyen, de a mondatod végén. Igyekszem. Viszont. Viszont, igen. Viszont azt el kell mondanom, András, minden nő nevében, hogy valójában az, amikor te számon kéred a nőiességet kívülről valakin, hogy milyen fajta nőiességgel áll a színpadon, hogy... Vagy nőiesség nélkül, mint jelen esetben. Hát, vagy hogy neked mit jelent a nőiség, vagy mit jelent a nőiség hiánya. Én azt gondolom, nem hogy... Nem dobálta a mellét, mi? Az volt a baj. Ne, csak azt szeretném mondani, hogyha így objektíve értékeljük ezt az előadást, és millió-millió hibába bele lehet kötni, de szerintem kívülről nagyon rossz az objektikája annak, hogy a nőiséget kéred rajta számon. Hát Tóth Gabi, ha kell, akkor nemzeti szuvenírbaba, ha kell, akkor a mellét dobáló bohóc egyébként a TV2 vetélkedőjében. Én ezért nem hiszem azt, hogy ő mindent mélységében meg tud élni, mert én éppen az erőlködést, az izzadság szagot látom rajta minden szerepében, hogy mindenhol meg akar szerepelni, mindenben a legjobb akar lenni, csak hát ez így nehéz.
Én elnézést kérek tőle, és akkor szeretném megdicsérni a fantasztikus férfiasságért, amit a színpadon Jézus mutatott. Nagyon-nagyon jó teljesítmény volt, Gabi, tényleg büszke vagyok rád, férfiként. Rastislav Kacser, szlovák külügyminiszter, a magyar kormány egyik legkérlelhetetlenebb kritikusa. Hétfő délután privát Facebook oldalán Orbán Viktor évértékelő beszédéről mondott sarkos véleményt. Olyanokat írt, hogy szerinte hagynunk kellene, hogy az oroszok mi hamarabb írtsák ki az ukránokat, hogy legalább ne szenvedjenek, milyen visszataszító, milyen szánalmas és mennyire nem keresztényi. Ezen kívül úgy is fogalmazott, hogy Putyin kollaboránsainak, különösen a Kárpát-medenceieknek és a felvidékieknek, mindenkinek, aki Ukrajna lerombolásának árán akarna békét, egyetlen üzenetem van, húzz a pénzbe. Ja. Ennyi. Várom a véleményeket, igen. Hát még ki sem mondtam. Ugye a Mandiner is, amikor írt erről egy hosszabb cikket, akkor nem foglalkozott azzal, hogy igazából ki kezdte ezt. És én nem tudom, hogy egyáltalán fontos-e, hogy ki kezdte, de most én mégis belemennék. Konszolidáció helyett egyre inkább durvul az a diplomáciai üzengetés, amelyet a szlovák külügyminiszter kezdett el 2 héttel ezelőtt, írta a Mandiner, tehát valamelyest azért belementek ebbe, mert szerintük ezt a szlovák külügyminiszter kezdte. Na de hát előtte azért volt provokáció, nem kevés. Egy rövid személyes élményt, idézőjelben élményt, negatív élményt engedjetek meg. Édesanyámmal kapcsolatban volt nekem olyan élményem, ez hosszú ideig tartott, hogy örökké szekálta apámat, engem is, mi pedig igyekeztünk diplomaták lenni ebben a helyzetben, tehát nem lőttünk vissza hasonló módon, de aztán fogyott a türelem, és egyszerre kiszakadt minden. Ennek van egy ilyen pszichológiai háttere, hogy gyűlik, és akkor olyan módon, tempóban érkezik meg a robbanás, amit aztán már az is szégyel egyébként, aki tulajdonképpen tényleg csak visszalőtt, és a verbális és egyéb gesztusok mögé rejtett abúzusnak ez volt tulajdonképpen az ellenlökés hulláma, csak már nem olyan finom tettek mögé rejtve, hanem telibe frontálisan. És ugyanezt csinálja a magyar kormány is. Bár úgy kommunikálna, hogy Bayer Zsolt vagy Jeszenszky Zsolt teszi igazából, ők a szelep, én azt gondolom Orbán Viktor számára is a megafon, aki apjától nem egy elmaszkolt agressziót szenvedett el, már mint a miniszterelnök, hanem frontálisat, hiszen őt ugye verték. Bayer és Jeszenszky az ő verőlegényei, és erről jutott eszembe nekem a Good Will Hunting című film, abban ugye Robin Williams játszotta a pszichológust, aki kimond egy nagyon erős igazságot a sokat szenvedett fiatalról, Willről, akit kezel. Azért ragaszkodik Villa az intellektuális szintjéhez, nem mérhető bandához, ezekhez az egyszerű srácokhoz, akikkel berúg, sörözni jár, miközben ugye a szellemét nem elégítik ki. Mert ahogy megfogalmazza Robin Williams, egy szavára szétvernék annak a pofáját, aki megbántotta őket. És azt gondolom, hogy Bayer és Jeszenszky pozíciója mögött is ez van. És ez van a szurkapiszka mögött is, hogy folyamatosan megy a provokáció, és amikor betelik a pohár egy másik nemzetnél, és valami olyan módon reagál, ami nem diplomatikus, és politikushoz nem méltó, bár szerintem ez jelen esetben teljesen rendben lévő tökös volt, de mindegy, majd biztos ezt is érintjük, akkor mindenki hirtelen felháborodik. De én nem értem, hol kezdődött, tehát hol bántotta meg Orbán Viktor a KCR-t, hogy mondják? Nagy Magyarország sá például. Ja, Nagy Magyarország sá. Aha, hát erre hivatkozik ugye főként a szlovák külügyminisztérium is, hogy területi követeléseket hozza folyamatosan napirendre Magyarország, Orbán Viktor, és hogy ez disznóság, és ezt nem kéne állni. És ezt nem tette jóvá Orbán Viktor akkor, amikor egy szlovák sállal együtt fotózkodott a szlovák miniszterelnökkel, mert szerintem egyébként maximálisan. Amit a KCR csinál, tehát hogy én szerintem ez példátlan. Tehát az, hogy vannak populista politikusok, megszoktuk. Vannak durva kijelentések, azt is megszoktuk. Az, hogy egy külügyminiszter, egy diplomata ilyen mondásokat enged meg magának, egyébként egy másik uniós ország, egy másik NATO tagország miniszterelnökével szemben, szerintem, hogyha Orbán Viktor bármilyen kijelentésén felháborodunk, akkor ezen is fel kell háborodnunk, mert egész egyszerűen, tehát mi az az európai
kultúra, vagy civilizáltság, vagy emelkedettség, amire hivatkozva bármit számon kérünk Orbán Viktoron, hogyha ez elfogadható. Hogyha elfogadható, hogy a szlovák külügyminiszter bemondásra... Az egyenlő azzal, amit Orbán Viktor megtesz a retorikájában az elmúlt, tudom én, 10 évben. De mi? Az egy retorikai kérdés szerinted, amikor azt mondja a szlovák külügyminiszter, hogyha győzött volna Putyin Ukrajnába, akkor Orbán Viktornak már területi követelései lennének Szlovákiával szembe. Szerintem nem. Erre? Ez egy háborús úszítás. Ez egy háborús úszítás, amit ez a szlovák barom csinál. Egy háborús úszítás, aminek egyébként az ott élő magyarok fogják meginni a levét, és pontosan tudjuk, hogy teljesen megalapozatlan. Pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor nem akar erőszakos határrevíziót, nem akar csapatokat, nem akar katonákat küldeni Szlovákiába, és pontosan tudjuk, hogy egyébként nem is mennének, mert a Nerelit is olyan, hogy nagyon-nagyon szereti a székely himnuszt énekelni, de leginkább egy fesztiválon, mondjuk Tusványoson, és egyébként meg imád hazamenni a villájába, imád a szuperkocsijával veretni Budapesten, és nem akar háborúzni. Amit állít, és amit az Orbán Viktor szájába akar adni, vagy szájába ad a szlovák külügyminiszter, az nettó hazugság, nem igaz. Tehát én szégyeltem magamat, amikor az Orbán Viktor faji homogenitásról beszélt, de azt gondolom, hogy még a faji homogenitást is elkezdték ugye ők szétkenni azzal, hogy hát itt kulturális homogenitásról, stb. Beszéltek. Ez, amit ez a szlovák megenged magának, az ennek az ezerszerese. Az ezerszerese ennek, mert még csak szétsekeni. De várja. Ez a kifejezés, azért tegyük gyorsan helyre. Tehát az a kifejezés, amit használt, az egy mémé vált mondat, amelynek van egy eredete méghozzá. Ja, várja, én a határrevízióról beszéltem. Aha. Ez a mémé vált mondat, amikor... Ha folyamatosan a nagy Magyarország revizionista képekkel, szimbólumokkal, ikonokkal játszik a kormány, hónapokon keresztül. De és nem itt hónapok, évek. Tehát, hogy legyen András, évek, amikor először mindegy. Azt mondtad, hogy az kiengesztelte nem. Egy sállat. És pont az, hogy nem mondanak ki semmit, hanem ez a szurkapiszka, pont amiről beszéltem, hogy picit a páncél alá a könyörgöm, most az, hogy tényleg van egy nagy Magyarország elég. Térkép, hogy az elég... Van, akinek ez, de diplomáciai szempontból szerintem akkor azt is kérjük számon. Tehát, hogy én értem, amit mondasz, és azzal még valahol egyet is tudok érteni, hogy még magán emberként sem kell feltétlenül egy olyan embernek, aki diplomáciában jártas, vagy ezzel foglalkozik, így módon megnyilvánulnia. De szerintem egy miniszterelnöknek sem kell mondjuk diplomáciai szempontból úgy piszkálnia a környező országokat, mint hogyha egy kisovodás lenne, aki a homokozóban piszkálja a másikat. Ha önmagában Nagy Magyarország térképről lenne szó, én ezt elfogadom. Én is azt gondolom, hogy felesleges dolog, ami nyilvánvalóan egyébként egy belpolitikai üzenet, mert egész egyszerűen Magyarországot érte egy iszonyatos sok Trianonba, és ennek a feldolgozása ez most is zajlik, vagy még most sem történt meg, és nem szerencsés, amikor ilyeneket csinál egy miniszterelnök, de azt gondolom, hogy azért ez egy más szint, amikor megvádolod a szomszéd ország kormányát azzal, hogy területeket akar elszakítani tőled. Ez sem most hangzott el először Orbán Viktorról, és én értem, amit mondasz, de hogy nem hivatalos úton vádolták meg. Ez az ő magánvéleménye. És itt egyébként meg már egy kicsit elgondolkozok, hogy olyan szempontból egyetértek, hogy egy diplomatának legyen diplomáciai érzéke, és ne beszéljen úgy, vagy nem tudom, akár nagy nyilvánosság előtt. Nem a mémről van szó, hanem hogy nem kell feltétlenül neki se visszahergelnie, bár egyébként én egyetértek azzal, hogy vezessük vissza, hogy ki kezdte el ezt a szurkapiszkát. Én csak azt mondom, hogy mindemellett viszont azt is értsük meg, hogy azok az emberek, akik a diplomáciában dolgoznak, azok is emberek. Van magánvéleményük. Jó, egy külügyminiszternek egyrészt ne legyen magánvéleménye, másrésztről, hogyha ki kezdte el, könyörgöm, a Benes dekrétumok azok 1945 óta érvényben vannak Szlovákiában. Máig hoznak olyan döntéseket, amik magyar tulajdonosoktól a Benes dekrétumokra hivatkozva vesznek el területeket, mondvá, hogy nem lett végrehajtva, mit tudom én, 47-ben vagy 48-ban, és most 2022-ben Európai Bíróság előtt állnak magyar felvédelmények,
vidéki állampolgárok, és egyébként megnyerik a pert a szlovák állammal szembe, amelyik még mindig a Benes dekrétumokra hivatkozik. Az, hogy ki kezdte el ezt a dolgot, kiütött nagyobbakat, szerintem egyértelműen a szlovák oldal. De térjünk a mémre. Ugye van ez a mém, amikor a Kígyó szigeten az oroszok megfenyegetik az ukránokat, és hogy adják meg magukat, és erre ők ezzel elküldik őket a fenébe, csak vulgárisabban. Hogy én értem ezt a mémet, csak azért azt egy nagyon-nagyon erős túlzásnak gondolom, hogy egyrészről ő saját magát a Kígyó szigeteken mártír halálra készülő ukrán katonákhoz hasonlítja, másrészt meg Orbán Viktor. És akkor az Orbán egész ellenzéki kampány hasonlította, amikor nem tartott, hogy így, ugye az ellenzéki kampányban is voltak tüntetések, amikor ezek a molinók megjelentek. De az más, könyörgöm, nem egy külügyminiszter, nem egy országot reprezentáló tehát ember csinálja. Tehát ő nem használhatja, vagy nem ismerheti, de vagy nem érhet vele egyet. Ami egy tüntetőtől egy jó geg, és jó vicc, és egyébként szerintem az Orbán Viktor ellen tüntetni Magyarországon az tökösség. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy én kvázi azt érzem, hogy az ukrán katonákkal tudok érzelmi közösséget vállalni, mert egy ugyanolyan fenyegető hatalomnak látom Orbán Viktort, mint azokat az orosz hadihajókat, én azt értem. Szerintem az ott rendben is van és helyén van. De a szlovák külügyminiszter, aki egy olyan álláspontot véd, ami mögött egyébként a NATO teljes hadereje ott van, és az Európai Unió teljes tekintélye ott van, az ne csinálja, ne játssza ezt el. Nem látod-e mögött a politikai játszmát, hogy ahhoz a Robert Ficóhoz dörgölőzik jelenleg Orbán Viktor és slepje, amely a szlovákiai magyarság ellen a lehető legtöbb politikai bűnt követte el az elmúlt évtizedekben. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Fidesz kommunikációjával sokaknak az a problémája főként, vagy köztük nekem is, hogy ilyen Nostradamus jóslatokhoz hasonlít, hogy kiérezzük belőle a velejét, érezzük, hogy miről szól, hogy mit akarnak mondani, hogy drukkolunk-e az oroszoknak, vagy nem drukkolunk, kinek a pártján állunk. De minden így el van masszálva, minden el van mosva, minden mögött érezzük a valódi szándékot, de mégis fel van öltöztetve valami sokkal csinosabb az egész. És amikor jön egy Bencsik András, és azt mondja, hogy ő még nem találkozott olyan emberrel a környezetében, aki ne az oroszoknak szurkolna, és kimond Zelenszkijről olyan dolgokat, amit vélhetően a legtöbb Fidesz szavazó ugyanúgy gondol. Vagy amikor valamit nem csak sejtett mondjuk a Fradi tábor, hanem szinte teljesen világosan dekódolható az, hogy ők kinek a pártján állnak. Vagy ott van egy Nagy Feru, aki ugyanúgy elküld mindenkit az LMBTQ közösségből a fenébe. Tehát amikor jönnek ezek az emberek, én ilyen felszabadulást érzek, hogy na végre, hogy ők nem csak szerepként működnek a jobb oldal számára, hanem a balliberális oldal számára is, hogy na végre valaki itt van, amibe kapaszkodhatunk, ami kommunikációs szinten is megfogható, és végre valaki kiteríti alapjait az asztalra, és nem megy ez a hamis kártyázás, hogy akkor most van nálam Jolly, vagy nincs nálam Jolly. Én nem tudom, én örülök ezeknek, amikor egy politikus odakéni szépen azt, amit gondol, és nem ezek a unalmas panelmondatok jönnek, amit mondjuk a sportolóktól megszoktunk. Egy szakítás mindig nehéz, és sokan nem tudják elviselni, vagy épp elfogadni azt, hogy egy kapcsolat végleg zátonyra futott. Ez történt egy zalai kisvárosban is, ahol az események oly mértékben elfajultak, hogy zavarelhárító munkatársakat vettek fel egy buszsofőr mellé, akit rendszeresen zaklatott, a menetrend szerinti járaton volt párja. A héten történt még az is, hogy egy nő ellen eljárás indult, hiszen volt élettársának azt hazudta, hogy rákos, és ezzel 30 milliót csalt ki tőle. Jó. András, nagyon szúrósan nézel, vártad ezeket a témákat. Húzták le. Hagyjuk ezt a vártad ezeket a témákat. Az a történet a témaválasztás mögött, hogy az Eszter átküldte nekem ezeket a témákat, hogy ezek nekem nagyon tetszeni fognak. És akkor gondoltam, hogy jó, hát hogyha nekem nagyon tetszeni fognak, akkor nyilván a nőgyűlölő incelvilág minden tagjának tetszeni fognak, és hát akkor Eszter lepje meg őket ezzel a kis ajándékhírcsokorral, és prezentáljunk és beszélgessünk róla, hogy csodálkozzunk rá arra a tényre, hogy vannak olyan
nők, akik egyébként, mert itt nem csak, hogy zaklatta a férfit, hanem meg is ütötte, és hát olyan módon trágárkodott, meg nyomult a csaj, hogy tényleg egy külön embert alkalmaztak erre a feladatra. Én, hogyha csak simán olvastam volna a hírt, és nem lett volna ez a kis előjáték köztünk, akkor egyébként azt mondtam volna, mert annyira nőgyűlölő vagyok, hogy az egészben a legszomorúbb az, hogy a zavarelhárító munkatárs jelenik meg akkor, hogyha egy férfi bajban van a munkahelyén, és egyébként tök jogos, hogy megjelenik ez a zavarelhárító munkatárs, de amikor mondjuk egy a rendőrségtől kér valaki segítséget, mert félti az életét, a biztonságát a volt exétől, a partnerétől, akkor meg általában az a válasz, hogy széttárjuk a kezünket, és hát majd, hogyha vér folyik, akkor esetleg majd csinálunk valamit. Majd egyébként volt már olyan is, hogy folyt a vér, és utána kiengedték az úriembert, és utána még több vér folyt, tehát ez sem kell 100%-ra venni ezt az ígéretet, de a lényeg az, hogy nyilván egyébként mind férfi, mind nő tud bántalmazni, ütlegelni. Szerintem az is szörnyű, hogy azért az ütlegelésért, amit a figura elszenvedett, azért kapott büntetést a csaj, mert közfeladatot ellátó személy ellen követte. Igen, tehát az van, hogyha akkor verte volna meg a pasiát, amikor az a munkaidő végén ballak hazafelé, akkor nem lett volna ez a 200 000 forintos büntetés, ha viszont akkor verte meg, amikor éppen buszt vezetett, akkor miután közfeladatot ellátó személy, ezért őt aztán keményen megbüntették. Érdekes módon, ugye, és ez a büntetések pszichológiája, hogy ahelyett, hogy a büntetés elvette volna a hölgy kedvét a hadjárattól, valójában csak még mérgesebb lett, és a figurának a bűnlajstroma kiegészült ezzel a 200 000 forintos büntetéssel, amit szintén folyamatosan számon kért rajta. Amit egyébként nem is értek, vagy tehát, hogy innen kívülről megállapítva és nem ismerve minden információt, én egy kicsit keveslek, de leginkább azért, mert nem csak, hogy egyszerre történik erőszak egy volt párjával szemben a hölgy személyében, hanem azért, mert a munkavégzése közben, tehát hogy így nem az van, hogy ő egy, most senkit nem szeretnék leszólni, úgyhogy mondjuk azt, hogy nem az van, hogy ő egy politikai elemző, aki így ül otthon és így pötyög a számítógépén, vagy nem tudom, tehát hogy ami munkában így nincs veszély, hogy én közben megütök valakit, és az ki fogja zökkenteni őt, nem fogja tudni végezni a munkáját, de legalább nem veszélyezteti mások életét. Egy buszsofőrt megütni, miközben egyébként a munkáját végzi, az életveszélyes lehet másokra is. Tehát én ezt nem is értem, hogy nem tudja valaki felmérni. Igen, tehát itt közúti közlekedés biztonsága miatti veszélyeztetése miatt is elítélték a hölgyet, és ezért 200 000 forint mint ma a penzum. Tehát én nem is értem. Tehát én tényleg nem értem, mert önmagában a verés is nagyon problémás. Nem gondolom, hogy mondjuk persze egy pofonért mondjuk letöltendőt kéne adni, de azért mondjuk valami pénzbüntetés már így rendben lenne. Most egy közfeladatot ellátó személy, ugye ez egy súlyosbító dolog, és az, hogy eközben meg vezetett a figura, tehát a közúti veszélyeztetés is megtörtént, és ez így lett szummába 200 000 forint, ami azért tényleg nem tűnik túl soknak. Hát én nem a pénzbüntetés mértékével indítanék, és szerintem ez kb. Mellékes, mert akinek elborult az elméje, már pedig ez a nő valószínűleg elvesztette a kapcsolatot a valósággal, teljesen mindegy, hogy 200 000 vagy 500 000 forintot kap, valószínűleg nem fog leállni. Én nem hiszek abban, hogy valaki egy szakítás következtében teljességgel megváltozzon és kivetkőzzön magából. Előfordulhat olyan, hogy hirtelen felindulásból tesz olyat, hogy tényleg megüti mondjuk a másikat, vagy oda megy az otthonára és elkezd ordibálni, de még azt is el tudom képzelni, hogy tényleg felszáll a buszra és akkor ott osztja ki azt az embert. De hogy valaki ezt folyamatában űzi, tehát hogy napról napra visszatér, az tényleg azt mutatja, hogy neki a pszichéjével valami nagyon súlyos probléma van. És már vagy az, hogy valami nagyon súlyos trauma érte, ezt ne zárjuk ki, erre van a legkisebb esély, de lehet, hogy igen, csak ezen nem segít az, hogy ő mondjuk kap
200 000, vagy 500 000. Tehát valószínűleg sem. Pszichiátriára akkor be kell zárni, de abban a pillanatban, hogy látják egyébként, hogy basszus, ez már tegnap is itt volt. Feltétlenül kell bezárni, de segítséget kapjon. Igen, szaksegítséget. Beszélgessen el egy szakemberrel, és akkor állapítsa meg, hogy neki most 1 hét gyógykezelésre van szüksége, 2 hétre, de valamit kezdjünk ezzel a helyzettel, mert az, hogy neki fizetnie kell, az nyilván nem fogja visszarántani őt a valóságba. A másik hírre még gyorsan reagálnék, erre a 30 millióra levettek valakit. És egy nő levett egy férfit, egész ezt, pontosan. Igen, ezt neveket ne is mondjunk, bár nincsenek is a hírben. De fontos a nő és a férfi, igen, a felosztás, mert ez mindennek az alapja, nem. 30 millióra levesznek valakit úgy, hogy véghazudnak egy párkapcsolatot. Én úgy vagyok ezzel, és akkor tényleg most áldozathibáztató leszek egy picit, nem bánom, de ha ez egy ilyen minőségű kapcsolat, hogy valakit ilyen módon meg lehet vezetni végig, és ezt nem veszi észre a másik partner, a partnerben, na, tehát a kapcsolatban résztvevő jelen esetben férfi, azt vegyék le. Ne. Ez tényleg áldozathibáztatás, de a legkeményebb módon. Tehát, hogy egész egyszerűen... Magamból indulok ki, nem tudom elképzelni, hogy nekem olyan párkapcsolatom legyen, hogy nekem... Hogy átverjenek, hogy igen, becsapjanak. Abszolút, hogy egy hamis valóságot felrajzoljanak, és ezt megetessék velem nap, mint nap. De lehet, hogy szerencsés vagy, nem, pedig... hogy nem olyan emberbe szerettél bele, aki képes téged manipulálni így módon, és szeretne manipulálni így módon. Hát, vagy olyan minőségű ember vagyok, hogy zsák a foltját megtalálta, így azok akik bevonzák azt, hogy téged, hogy őt átverjék, és a sekély kapcsolatban... Minden nő, akit megvertek, annak olyan személyisége volt, aki ezt bevonzotta. Ez olyan, hogy fölhívnak téged, hogy mondjuk hamis banki alkalmazott, hogy legyen szíves bediktálni a PIN kódját, meg a bankszámlaszámát, meg az összes adatát adja meg, mert hogy itt valami technikai probléma történt. Tehát ha valaki ezt benyeli, azt... Nem mondom, hogy szép és jó bánhatja, de az egy tanulópénz, ha ott ő veszít 1,5 millió forintot is akár, mert ennyit azért tudni kell, és most nem az idősekről beszélek, hanem érett, iskolázott, interneten szocializálódott fiatal fiúkról és lányokról. Tehát az neki legyen egy tanulópénz. Így, aki egy olyan párkapcsolatot tart fönn hosszú ideig, hogy 30 milliót kiad egy hamis kezelésre, és ezt megvezetik őt ilyen hosszan, hát akkor ez egy tanulópénz, hogy valószínűleg nem elég érett ahhoz, hogy egy mély, normális, őszintességen alapuló kapcsolatban részt vegyem. Vagy, szóval, hogy egyébként szerintem nagyon nagy különbség van a két szituáció között, amit felvetettél. Mert az, hogy nem tudom, hogyan védekezzek mondjuk az internetes, telefonos csalóktól, igen, tehát, hogy ismerik a módját, aki utána járt már legalább egyszer, vagy van egy kis fact-check az agyában, az ezeket jobban el tudja hárítani, mint a többiek. Csak itt a csavar az történetben, az tényleg az, nem látok bele ebbe a párkapcsolatba, de feltételezem, hogy itt volt egy érzelmi viszony. Tehát itt volt egy olyan kötelék... De azt sem érzi, hogy nem szeretik? Mert aki becsap téged, az nem szeret. Nyilvánvalóan, de nem csak eljátsz a színészkedik. De hogy így azért vannak, tényleg azt vannak sajnos manipulátorok. Tamás, két dolog lehet. Az egyik az lehet, hogy te vagy a legjobb áldozat egy ilyen típusú csalónak, mert annyira magabiztos vagy a saját érzéseidben, hogy az ilyen típusú ember szerintem simán átvernek. A másik lehetőség, hogy annyira paranoid vagy, hogy téged tényleg nem lehet átverni, és tényleg nem lehet becsapni, de ez esetben viszont hát szerintem egy nagy kereszt akkor melletted élni. Tehát, na mindegy. Mindenki döntse el maga. András úgy érzem döntött. Igen, de most a Tamás egy stabil párkapcsolatban él, tehát hogy igazából azokat a golddiggereket, akik le akarnák húzni mindenfajta kezelésre. Nincs 30 millió. Üzenem így az éterben, nincs 30 millió. A fele sincs. És nincs pénze se. Több végrehajtó is bűnösnek vallotta magát a Sadlőgy keddi előkészítő ülésén, elismerve, hogy minden úgy történt, ahogy azt a vádiratban az ügyészség írta. Ez állítólag komoly fegyvertény az ügyészség kezében Sadl Györgyi és Völner Pál ellen. Sadl ügyvédje és jobb keze viszont nem ismerte el a bűnösségét, és az egyik végrehajtó sem, akinek a védője Trócsányi László volt, igazságügyi miniszter és Vízkeleti Marian államtitkár, tanúkénti meghallgatását is kezdeményezte. A
Döbbenetes egyébként, hogy itt mekkora pénzek voltak ebben a végrehajtó maffiában, hogy csak ez az M. Mester nevű vádlott, aki elismerte a bűnösségét, az 254 millió forintot, 254 millió forintot adott át a Schädelnek, kvázi ilyen korrupciós vagy vesztegetési pénzként, hogy elképesztő, elképesztőek ezek az összegek, és különösen felháborító, hogy tényleg a világ legnyomorultabb embereiről húzták le ezeket a pénzeket, mert nyilván ahol 254 millió jutott a végrehajtói kamarába korrupciós pénznek, ott nyilván az M-Mesternek is jutott azért jó pár 10 millió forint, és nyilván egyébként azoknak a bankoknak, vagy cégeknek, vagy magánszemélyeknek, akik kezdeményezték a végrehajtást, azoknak is jutott sok 10 millió, meg 100 millió forint, és tényleg a legkiszolgáltatottabb emberektől vették el ezeket a pénzeket. Én nem vagyok általában, tehát én nem vagyok a brutális büntetéseknek a híve, és egyébként azt én teljességgel el tudom fogadni, hogy ezek az emberek, azért fehérgalléros bűnözők ne kerüljenek börtönbe, miközben amit csináltak, az tényleg az emberi létezésnek az alja. De az, hogy 5 millió forintos büntetés. Tehát például ennyit kapott, azt hiszem, ez az M-Mester. 5 millió forintos büntetés kapott a felfüggesztett börtönje mellé, meg 5 éves eltiltást a jogi szakmától, azt egész egyszerűen én egy ilyen képtelen dolognak érzem. Túlzásnak? Hát túlzásnak a rossz értelemben iszonyatosan enyhének. Tehát az 5 millió forint ezeknek az embereknek micsoda? Tehát zseppénz, meg fagyi pénz. Hetente esett le annyi valószínű, aki a tápláléklánc legalján van. És az, hogy 5 év múlva ő már jogász lesz újra, vagy lehet, hogy végrehajtó, vagy nem tud. Akármi, hát visszaengedik a kecskét a káposzta földre. És jó, 1-2 évet, 4-5 törcsön távol, utána jöhet vissza. Én ezt nem tudom felfogni se. És nyilván persze az ügyészségnek olyan ajánlatot kellett tennie, amit megfontolnak, ami vonzó ezeknek az embereknek, de arcpirítónak gondolom ezt az ítéletet ezekkel szemben, miközben nyilván, hogyha ez a Schädelnek meg a Wöllernek a fejének az ára, akkor persze megfizeti az ember, nem szívesen lennék ügyész ebben a helyzetben. Én nem tudom, nekem az egyik legmegdöbbentőbb, amit olvastam, hogy F. Miklós, aki szintén ugye beismerte bűnösségét, ő úgy nyilatkozott, hogy azt a felelőtlen döntést, amit meghoztam 19-ben, nagyon megbántam. Nem gondoltam, hogy ekkora bűntényt követek el, nem láttam ennek akkora következményeit. Én így ültem és olvastam, és azon gondolkoztam, hogy így lehet-e annyira az alján lenni egy ilyen történetnek, hogy tényleg nem látod át, hogy ez meddig ér, és mekkora ügy, és mekkora probléma lesz belőle. Másrészt meg viszont, tehát, hogy azt valahogy nem tudom elképzelni, hogy bárki is úgy ment oda hozzá, hogy figyelj, ne haragudj, csak így egy kis pénzt kéne itt átadni a másik embernek, tök legális, nincsen vele semmi probléma. Tehát, hogy én egész egyszerűen így nem értem. Lehet, hogy azt nem látta egyébként, hogy milyen magasra vezetnek a szálak, de azt viszont látnia kellett minden nap, amikor elment dolgozni azoknak a szerencsétlen embereknek a tekintetét, akiknek éppen elveszi a lakását, éppen elveszi az autóját, éppen elveszi értékes ingóságát. De ők találkoztak ezekkel az arcokkal? Hát nyilván, hát a végrehajtás közben azért jó eséllyel találkozol. Hát mert inkább a csicskáik szerintem. Hát küldi a verő embereket, de nyilván azért van neki jogi végzettsége, hogy ott legyen és eljogászkodjon annak a szerencsétlennek, aki rimánkodik, sírri, és elmondja a rendőröknek, hogy most ez a helyzet, biztos úr, itt van a végzés, nézze meg, minden rendben van, teljesen tisztességes. Én ezzel a végrehajtó szakmával is egyébként úgy vagyok, hogy mélyen hiszek a piacba, mélyen hiszek a versenybe, mélyen hiszek abba, hogy a magántulajdon, meg a magánvállalkozás az jó dolog, és lehetőleg minél több helyen legyen kapitalista verseny egy országba. De az, hogy a végrehajtást, vagy mondjuk a rendőrséget, vagy mondjuk a börtönöket privatizálni, az egy olyan
útszéli, nem is tudom, anarchokapitalizmus, amiben én nem szeretnék élni. Tehát hogyan lehet az, hogy a legérzékenyebb helyzetben, amikor a tényleg emberek teljességgel ki vannak szolgáltatva valakinek, jelen esetben a végrehajtónak, hogy ez esetben mi azt mondjuk, hogy piaci alapon, aki ezt szívesen csinálja, vállalkozzon, érjen el több profitot, hát nem itt kéne leginkább az államnak jelen lennie, leginkább az államnak képviselnie azt, hogy mi a becsületes, mi a tisztességes, mi a nyilván a jogszerűség, nyilván szükséges az élethez a végrehajtás, de az, hogy ezt magáncégek csinálják, és nem az állam csinálja, az teljesen nonsens. Aztán meg, hogy egyébként az is egy ilyen jellemző kelet-európai módi, hogy bár magáncégek csinálják, de azért monopolizáljuk a dolgot, tehát hogy azért verseny ne legyen, ugye haveri alapon osztjuk ki a lehetőséget, hogy ki lesz végrehajtó és ki nem lesz végrehajtó. Jó, mindegy, talán nincs is értelme idáig elmenni, hogy valami döbbenetes ez az egész ügy, a méretei, a mérték, ami pénz ebbe a dologba volt, és az az emberi aljasság és gátlástalanság, ahogy ezek eljártak, és ahogy ezek működtek, és ahogy ezek viselkedtek az elmúlt években, és látható módon azért olyan nagy árat senkinek nem kellett egyelőre fizetnie. Elég olcsón megúszták. N. Gábor, aki a Fonyódi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtói helyet kapta meg, cserébe Sadl Györgynek havi 1,5 millió forintot fizetett. Tehát havi 1,5 millió forint az ő saját bevételéből, akkor ő mennyit kereshetett? És tényleg ehhez képest az, hogy felfüggesztettet kapnak, és egy 1,000,000 forintos büntetést, tehát olyan pénzeket tettek zsebre, ami épp ésszel felfoghatatlan, és ez csak ebben a szektorban. És hol máshol milyen összegekkel találkozhatunk, mert azért korrupciós botrány nem minden nap robban ki az országban, pedig hát ugye számolgatunk, kapunk arra utaló jeleket, jönnek itt OLAF jelentések, tehát azért lehetne, ha itt egy tisztességesen működő igazságszolgáltatás lenne, és ezekre a jelentésekre jobban odafigyelne az ország, de hát nem ez történik. Az, hogy egyébként hogy az állammal miként, vagy mennyire volt ez összefonódva, az Völner Pál mutatja. Tehát hiába magáncég végzi ezeket, a végrehajtásokat azért érezhetően a legmagasabb szintekig is eljutott ez a sztori. Ami talán a közvéleményt a leginkább foglalkoztatja, talán nem is az, hogy Sadl és Völner megbuknak-e, mert ők még mindig kishalnak számítanak, és kevéssé érdekli a közvéleményt az, hogy két ilyen juppi, ráadásul az egyikük egy kimondottan irritáló stílusú új gazdag Melyikre gondolsz? Melyik hát, a kifejezetten? Mert engem a keresztény konzervatív politikus, aki egyébként együttműködik a végrehajtó maffiával, ezerszer jobban irritál, mint a Sadl. Ja, ezerszer. Nem tudom, nekem ember közelibb a másik, és a másikkal sűrűbben találkozom az utcán és szórakozó helyeken ezzel a típussal, és jó látni, mert az az érzésem, mintha együtt bűhödnének ez az embertípus, és akkor picit én megigazulok, de hát nyilván nem erről van szó. Ez hasonlít szerintem azért valamelyest az iszlám államhoz, de csak abban a tekintetben, hogy hiába fejezel le ilyen arcokat, hiába küldesz őket börtönbe, és egyre inkább úgy tűnik, hogy azért Sadl és Völner nem fogják megúszni a börtönt, bár itt ugye Kaleta Gábor után már bármi előfordulhat. Szóval hiába tünteted el őket, veszed ki az egyenletből, az a matematikai képlet még továbbra is működni fog, és ha ott nem, akkor azok a pénzek, az a fajta korrupció, az a fajta korrupciós motiváció át fog helyeződni valahova máshova, de a pénz az mindig megtalálja az útját. Áthelyeződni, mert tegyünk úgy, mintha Magyarországon ez az egy eset lenne jelenleg, ez volt az elmúlt években csak és kizárólag, és most, hogy ez megszűnik, most majd lehet, hogy máshol is megjelenik. Igen. Nem vészel, csak átalakul. Tehát az érdekli igazán a közvéleményt, hogy befejezve a gondolatmenetet, hogy magasrangú politikus fennakadhat a szitán. És miután a vádiratban ilyesmi még nem szerepel, ezért valószínűleg nem fog. Én szerintem már rég kiszivárgott volna, hogy egyébként ki az a Tóni, lehet találgatni, meg a Barbara, tehát sejtjük, értjük, de egyszerűen nem ér el azokra a szintekre, ami már átütné az inger küszöböt, hanem mindenki így megrántja a vállát. Ja, és még egy gondolat,
Komlódi Gábor ügyvéddel beszélgetve és vele tökéletesen egyetértve mondhatom azt, hogy itt Magyarországon a korrupció az az alkalmasságnak az egyik szinonimája. Sokkal inkább szavaznak az emberek egy korrupt politikusra, mint egy alkalmatlanra, aki úgy tűnik, hogy alkalmatlan, aki nem jól kommunikál, nem jó a kiállása, nem hoz meghatározott döntéseket. Aki korrupt, az próbál ügyeskedni olyan magyaros módon. Neki is van motivációja abban, hogy még több pénzt szerezzen, és a jogi kiskapukat megtalálja. És ez sokkal inkább imponál egyébként a magyaroknak, mint az, aki hát ott szerencsétlenkedik a kamera előtt. Engem még két dolog zavar. Az egyik egyébként minden ilyen... Az nem sok, az tök jó. Minden ilyen típusú ügynél zavar, hogy amikor megbüntetnek mondjuk egy céget a gazdasági versenyhivatal, mert visszaélt az erőfölényével ezzel, azzal, és akkor mit tudom én, 10-100 milliót, milliárdot fizessen be a költségvetésbe, hogy akkor se, és itt sem merül fel az, hogy mi van az áldozatokkal. Mert itt az a helyzet, hogy vannak áldozatok. Azok a szerencsétlen emberek, akiket kiforgattak ezek az állatok a vagyonukból, azokkal mi van? Tehát, hogy miért nem hallom azt, hogy ezek a 200, meg 300, meg 500 milliók, amik nyilván jogszerűtlenül kerültek ezeknek az embereknek a zsebébe. Ez biztos? Azok, nem vagyok benne biztos. Biztos, hogy jogszerűtlen volt, mert vagy ott kéne, hogy legyen, akitől elvették a pénzt, vagy ott kéne, hogy legyen, aki követelt pénzt. Tehát valahol, de náluk nincsen helye ennek a pénznek szerintem. És őket miért nem kártalanítják? A másik dolog az csak inkább egy kérdés, hogy azért én nagyon kíváncsi lennék, nyilván az ember ezekben sajnos soha nem tud belátni, hogy a Völlernek és a Schadlnek vajon tette az ügyészség szintén egy ilyen nagyon nagy vonalú ajánlatot, mint ezeknek az alcsicskáknak, és felajánlották-e nekik azt, hogy viszonylag olcsón megúszhatják a dolgot, hogyha vallanak arról, hogy esetleg van-e fölöttük bárki, valaki, vagy valakik. Nem fog kiderülni. Soha az életben. Völner Pál és Sarka Kata óta tudjuk, hogy bármi eladó és minden megvehető, még Magyarországon is, a békeharcosok Spártájában. Mi lehet akkor a drogokban, muszlimokban és rockzenében fuldokló nyugaton? Tehetjük fel magunknak a kérdést, és én elárulom, már a Manchester United-et is árulják. A Manchester United eladó, és Katari lesz a tulajdonos. Manchester United szurkoló vagyok, de ez engem már egy picit sem hat meg, hiszen már amerikai tulajdonos is megjelent a cégnél. Sokkal kevesebb pénzzel, mint amit a katariak ígérhetnek. Ott tényleg a végtelen a mennyiség, amivel aztán majd gazdálkodhatnak. De kell a Manchester Unitednek egyáltalán pénz? Tehát, hogy a persze. Manchester az egy... Kinek nem kell? De jó, de egy masszívan nyereséges vállalat. Tehát, hogy a Manchester United azon kevés brendek között van, amelyik saját jogon képes milliárdokat kifizetni futballistákért. Na most ez egy olyan kérdés, mintha Sadl Györgytől megkérdeznéd, hogy keresel havi 5-6 milliót, hogy szükséged van-e még havi 10-re pluszban, vagy 20-ra, vagy 100-ra. Érted? Hát, ha valaki megérzi a vérszagot, és már pedig úgy tűnik, hogy itt egy véres háború zajlik egyébként például a transferpiacon, a futballban, és ezen olajsejkek között is egy ilyen legitimációs harc zajlik, hogy a pénzüket egyrészt nem tudják már hova tenni, másrészt azzal, hogy megvásárolnak egy kirakat klubot, és oda sztárokat igazolnak, az, hogy utána a páholyokban megjelennek, és fotózkodnak ezekkel a nagyszerű labdarúgókkal, a saját üzleti életben megjelenített portfóliójukat, és arcukat tudják növelni, és népszerűségüket tudják növelni. Hát figyelj, ez olyan, hogy ha Manchester United rámutat egy játékosra, és azt meg tudja venni, mert mint tudjuk, egyre kevesebb labdarúgónak vannak elvei, hogy mondjuk olyan játékost, illetve olyan klubot válasszon magának, amelynek filozófiájával valamelyest egyezni tud, hanem egész egyszerűen, ha azt mondják, hogy itt kétszer annyit kereshetsz, mint a másik csapatban, akkor azt fogja választani, ahol többet kereshet. Én nem tudok egyébként elítélni ezért egyetlen futballistát se. Tehát ez nem elvek kérdése, de én szerintem az elvszerűségnek valami a hülyeséggel való összekeverése, amikor valaki azért marad egy életen keresztül egy klubba, mert ő azt nagyon szereti.
ilyen Alessandro Del Piero-k rettentően megsértődnének, amikor a csapatot visszaminősítették osztályokkal hátrébb. Iszonyatos pénzeket keresett a Del Piero akkor is. A Manchester United vitte volna Del Piero-t egyébként, és háromszor annyit keresett volna, mint a Juventusban, és azt mondta, hogy ja nem, nekem fekete-fehér a vérem, bocs, mondta Sir Alex Fergusonnak a két csapat egyik BL párharca után, hogy én le nem lépek innen a Juventustól, bocsika. Tehát vannak ilyen szentőrültek. Azért ezt ne zárjuk, és én azért nem mondanám őket hülyének. Figyelj, ez a háromszor, bocsáss meg, hogy háromszor annyit keresett, a Juventus pont most meszelték el amiatt, mert ugye ezek a fizetések, amiket hivatalosan szerepeltetnek, ezek nem voltak igazak az elmúlt években, amikor a Del Piero aktív volt, akkor meg aztán még annyira se voltak igazak. Tehát, hogy ott a Moggiék, hogy ott mit ügyeskedtek, meg mit csináltak, hát a Del Piero nagyon-nagyon jól járt. Ezt nem keverném ide. Jó, hagyjuk. Tehát tényleg sok ilyen játékos volt a történelemből, legalább 10 tudnék most említeni, és Léci, ne túráztas, hogy tényleg mondjak 10, de nem volna nehéz, akik kitartottak egy klub mellett, és fittyet hánytak arra, hogy hol mennyit kereshetnének. Most tényleg hirtelen, miközben beszéltem, 3 vagy 4 ilyen szentőrült jutott eszembe. Szóval azért az mindig egy vonzó ajánlat egy klub számára, hogy rámutat egy játékosra, és az megvan. Mert a transferpiacon a Manchester United már nem olyan sikeres, mint még a Sir Alex Ferguson érában, amikor sorban nyerték a Premier League-eket, és akkor minden futballista álma az volt, hogy igen, ő is nyerje mondjuk egy BL trófeát a Manchester United-del, és a Premier League-ben pedig bajnok lehessen. Tamás, de akkor azért a Manchester United nem is azt csinálta, hogy össze-vissza vásárolt szupersztárokat, tehát volt a Ferguson időszaknak az elején kifejezetten az volt, hogy saját nevelésű játékosokra épített, tehát hogy ami a Manchester United-ben volt kikre építeni. Hát, figyelj, az a 92-es korosztály, Gary Neville, Phil Neville, Bat, Beckham, Giggs, Scholes, tehát ez a generáció, ez a futballban 30-40 évente fordul elő a globális szinten, tehát hogy bármelyik csapatnál, nem egy csapatnál, bármelyik csapatnál. Az, hogy erre tudott építeni a Ferguson, az egy szerencsés csillagzat volt, amikor ő oda került, illetve nyilván akkor még csóró volt a United, hiszen akkor még nagyon kevés trófeát tudott felmutatni, de jött ez a generáció, és rájuk lehetett csapatot építeni. Aztán a Manchester belefutott ilyen Rooney vásárlásába, ő is akkor rekordösszegért jött a Rio Ferdinand, de a Van Nistelrooyt, a Veront lehetne említeni. Igen. Tehát aztán utána belenyúltak mélyen a kincstárba, hogy klasszis labdarúgókat hozzanak. És nem is lett egyébként annyira sikeres egyébként. Igen. Általában ezek a döntések. Tehát, hogy az identitást, meg a jó mentalitású, saját nevelésű játékosok azért egy jobb koncepció volt, mint amikor. Volt egy időszak, amikor amikor a Veront megvették, meg ilyesmi, és teljesen becsődölt az egész. Még annyit szeretnék elmondani ez a katari üzlet kapcsán, hogy a probléma egyébként az, hogyha a Manchester United katari kézbe kerül, akkor a Paris Saint-Germain-nel együtt két olyan csapat lesz a Bajnokok Ligájába, amelyiknek ugyanaz a tulajdonosa. Elvileg ez nem lehetséges. Gyakorlatilag már ma is működik, mert a Lipcse meg a Salzburg esetében szintén előfordult, bár mondjuk két olyan csapat esetében, akik nem esélyesek a végső győzelemre, de az egész FIFA-nak meg UEFA-nak a korruptságát mi sem jelzi jobban, mint hogy ezt megengedik. Ezt ki lehet játszani egyébként jogilag, ennek nem lesz szakadálya, egy másik katari alap lesz az, amely majd finanszírozza a Manchestert, viszont Párizsban már most rettegnek ettől, hiszen vélhetően majd kevesebb pénz jut a Paris Saint-Germain, tehát lehetséges, hogy ezt a párizsi kalandot lassan elfelejthetjük, a sztárok elszivárognak, és az irat megsemmisítőket pedig el kell adni, mert már nem kell a fair play-jel, financial fair play-jel szenvedni. Újra Magyarországra jön a Guns N' Roses, koncertet adnak, július 19-én lépnek fel a Puskás Arénában. Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte, a klasszikus felállás a 90-es évek közepéig dolgozott együtt, ezután a frontember Axl Rose vitte tovább a csapatot, amiben 16-ban tért vissza a gitáros Slash és a basszus gitáros Duff McKagan. A jegyek egyébként talán péntektől vásárolhatók, és a legolcsóbb az 21.900 forint, tehát
Ez egy olyan jegy, ahol szerintem jobb a stadionon kívülről hallgatni egyébként a koncertet, mert annak legalább van valami hangulata, és nem érzed a világ lúzerének magad, hogy a legtávolabbi pontról nem látsz semmit, de nyilván 21.900 forintért viszont elmondhatod, hogy ott voltál a stadionba, és általában nem kérdeznek rá, és hogy melyik helyen ültél, meg hol ültél. Hát, de hogyha nem tudsz jó fotót csinálni, hát nem tudsz jó... kellemetlen. Igen, de vagizhatsz azzal, hogy akkorát bulisztunk, hogy nem is akartam fotózni. És a legdrágább mennyi? Tudjátok? Én tudom. Ó, akkor felírtad akkor. Fölírtam. Eszter? Én nem tudom. De tippelj. Nem szeretnék. Jó. Tényleg nem szeretnék. Bármilyen pénzt megér szerintem, de gondolom nagyon-nagyon drága. 415.800-at kérlek szépen. Nem annyira vészes. Szerintem sem. És én azt gondoltam egyébként, hogy ez egy VIP szektorba szól, és a 415.000-ért együtt kokózhatsz az Axl Rose-zal, de nem, hanem ez a 415.000 most azon az ábrán, amit ott a jegyfelületen van, a 415.000 elvileg az első sora a színpad előtti dühöngőnek. Tehát, tehát hogy a lehető legközelebbről láthatod Axl Rose-t, rád eshet akár az izzadsága is, ezt kapod 415.000 forintért. Én ezt akarom. Jó, nyilván vannak ezek a rajongó csajok, akiknek ez az ajánlat készült. A rajongó fiúknak meg 2 vagy 3 méterrel hátrébb van egyébként már 100.000 forintért a dühöngős jegy. Tehát igazából ez a 415, ez tényleg nagyon exkluzív. Ez a lányoknak szól. Lányoknak és a meleg Axl Rose rajongóknak. Tehát, hogy nem ennyire gender specifikus, hanem sokkal inkább a szexuális érdeklődést célozza a koncert szervező szerintem, de nem lehetek benne egészen biztos. De a lényeg, hogy tehát valójában a 100.000 forintos jegy, ami kvázi a normális embereknek szól, tehát 100.000 forint a tér, tehát nem a meleg. Mehetsz be Axl a dühöngőbe összerugatni magadat a Paradise City-re, ez az ajánlat. Bár én azt gondolom, hogy ha 100.000 forintot fognak fizetni az emberek az első sorokban a jegyekért, akkor nem lesz rendes pogó a Paradise City-n. És mindenki öltönyben állott. Hát, ha nem is öltönybe, de Versace, meg Gucci, pulóverek, meg felsők. Ja, az egész rock and roll teljes elárulása, ami zajlik, egy jelzem. Ezt még nem tudhatjuk, erről majd beszéljünk akkor, amikor már láttuk a koncertet. Remélem, a 100.000 forintos jegy az a teljes elárulása mindennek. De egyébként nem csak a rock and rollnak, a munkásosztálynak, a jó ízlésnek, az emberségnek, 100.000 forintos jegyár egy rockkoncerten, az jó. Nem. Hát infláció, András, ebbe bele kell törődnünk. Engem egyébként személy szerint még miközben nyilván én is szeretem a Guns N' Roses-t, meg nekem is a fiatalkoromnak a nagy élménye a Guns N' Roses, meg a Nirvana. Eközben meg van egy ilyen nagyon-nagyon nyomasztó érzésem, amikor ezekre az öreg rockerekre nézlek, hogy basszus, egy rocker az ne öregedjen meg, vagy hogyha megöregszik, akkor legyen egy motoros bandának a feje, és éljen már 15 éve egy börtönbe. Hogy a rockerséghez az annyira hozzátartozik a fiatalos, lázadó dű, és ehelyett meg látjuk hogy a fiatalok lázadásából hogyan lesz az öregeknek a megalkuvó nosztalgiája. Jó, azért szerintem a Guns N' Roses tekintetében kijelenthetjük, általánosságban értem, amit mondasz, csak azt gondolom, hogy így nem sikerült őket felülmúlni, pótolni, vagy legalább egy kicsit is megközelíteni. Szóval nincsen utánpótlásuk, én ezért nagyon örülök neki, hogy még ilyen papi üzemmódba is tolják a koncertezést, bár azért ez így van teljes mértékben. Én is elismerem egyébként, hogy lehetséges, hogy az van az én pszichém mögött, vagy az én gondolkodásom mögött, hogy valójában irigylem ezeket az embereket, meg azokat is, akik önfeledten tudnak 40-es, 50-es éveikben rajongani ezekért a rockzenészekért, hogy bennük így megmaradt az a fajta fiatalság, ami bennem már talán nincsen meg annyira. Mikor veszett el? Nem tudom, valószínűleg akkor, amikor az előbb ment ez az Zorán szám, és ezt ilyen 20 évesen nagyon-nagyon nem szerettem. A nagymamámnak volt a kedvenc száma, és valamikor... Szerelemnek múlnia kell egyébként a YouTube hallgatók kedvéért, mondom. Igen, és valamikor egy 15 évvel ezelőtt nagyon megszerettem, és azt gondolom, hogy akkor múlt el a fiatal
fiatalságom, akkor lett vége, akkor lettem mindörökre boomer. De hát nem tehetek róla, én egy Zorán koncert, sok az mindent igazság, megmagyaráz egyébként. Nagyon-nagyon sok mindent megmagyaráz, amit gondolsz a világról. És még hogyha az impotencia problémáimról is tudnánk, akkor már teljes lenne a kép. Akkor már Dr. Freud se kéne, hanem azt mondjuk, hogy minden összeállt. Én biztos, hogy akartam erről tudni. De azért köszönöm, hogy megosztottad ezt a bensőséges információt így mindenkivel. Ennek a rockárulásnak vannak különböző szintjei. Én grindélyes voltam mindig is, és az a baj, hogy annyira, és ez tényleg baj, annyira kedveltem a Green Day-t a 90-es években, hogy elhomályosított a Red Hot Chili Peppers-t, a Guns N' Roses-t, és rájuk annyira nem tudtam figyelni, hanem bevonódtam ebbe a punk rock szcénába, és akkor a Blink-182, Good Charlotte, és ehhez hasonló ilyen kaliforniai Green Day után érzések is ugye megjelentek, őket is nagyon kedveltem. De a Green Day-jel fordult elők még a 90-es évek elején, amikor elindultak, egy Gilman Street nevű kocsmában léptek fel, ami egy ilyen ikonikus hely egyébként a helyi punk közösségben, és a zenekarok, akik szerettek volna nagyot dobbantani, azok ott léptek fel rendszeresen, teljesen ingyen általában, tehát mondjuk a fogyasztásuk ingyen volt. A sörös korsók repkedtek a fejük fölött, néha lövések is eldörrentek, de ők zenéltek tovább, tehát ez nyilván nem volt probléma akkoriban. És amikor megjelentek az MTV-n, az első videóklipjük megjelent az MTV-n, az emlékeim szerint a Longview című dal volt 1994-ből, a méltán híres Dookie című lemezről, akkor elkezdték őket rettentően utálni. És megpróbáltak a Gilman Street-i pubba visszamenni, zenélni egyet, és azt mondták, hogy itt MTV-seket nem fogadunk, bocsíti a mainstream része, lettetek, kiszolgáljátok a tömegízlést, takarodjatok. És akkor onnantól kezdve tudták, hogy ők milyen utat fognak bejárni. És én is, amikor itt Budapesten elmentem a koncertjükre, akkor nyilván 30 ezer, meg 40 ezer forintos jegyárak voltak, nyilván infláció óta az most még drágább lenne, de hogy ezek ilyen stadionrock zenekarokká váltak, miközben nem onnan indultak, és tényleg elárultak valamit, nem csak azzal, hogy a marketing tevékenységükben, ugye plakátok, vicsorgás, lenyalt haj, kifestett szem, ezeket a külsőségeket felvették, hanem ugye a jegyárakról is beszélhetünk, és magáról a zenei stílusról, és ez jellemző volt egyébként a Guns-ra is, hogy ők, amikor elindultak, akkor sokkal nyersebbek voltak, aztán ilyen poposabb lett az egész. Talán a Nirvana volt az egyetlen olyan zenekar, mondjuk a hosszú időt nem tudott élni ilyen-olyan okokból, amely ezt a grunge stílus, azt a garázs stílust megtartotta az elejétől egészen a végéig, de hogy általában van egy ilyen felhigulás mindig a zenei játékban, stílusban, ezt a Guns sem úszta meg, a Red Hot Chili Peppers sem úszta meg, sajnos a Green Day sem úszta meg, de hát ez van, nem lehet ezzel mit kezdeni. Igen, az Appetite for Destruction az volt egyébként tényleg a legjobb album, tehát az nagyon-nagyon ütött, és utána a Use Your Illusion album, az meg, vagy az a dupla album, abban egyébként szerintem már egy csomó nyálas szám volt, tehát a November Rain-t én például nem bírtam. Jó, de sokan onnan ismerték meg a zenekart, köztük én is. Igen, a November Rain az szerintem az egy kifejezett bűncselekmény volt a tömegízlés ellen. Vagy a te ízlésed egy kifejezett bűncselekmény a tömeg ellen. Valószínűleg igen. Igen, valószínűleg ezt is alá kell. Szerelemnek múlnia kell. Igen, a szerelemnek múlnia kell, még akkor is, ha így, igen. Az nem nyálas, nem nyálas. Nem. És akkor a végére egy vidám téma. A büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezte Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, annak érdekében, hogy a jelenlegi 14 helyett ismét 18 év legyen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat esetében a beleegyezési korhatár. Ez a kezdeményezés ugye rímel arra, amiről beszélt Orbán Viktor is az évértékelőjében, a pedofil tanártól kezdve, aki azzal henceget, hogy 15 éves szeretője van, és arra is reflektál, vagy egyre több állam Európában támadja a magyar gyermekvédelmi törvényt. Ugye Orbán Viktor az évértékelőben hozzátette, hogy Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét akarja majd megkonstruálni. Mondjuk lehet, hogy ezt Kaleta Gáborral kellett volna annó elkezdeni, de mindegy, ezt bízzuk rá, ők sokkal jobban tudják. És furcsa számomra, hogy most Novák Elődék és a Mi Hazánk nem elébe megy egy adott topiknak, amit a Fidesz számára
lehet vonzóvá tenni, és ugye általában ez szokott történni, hogy bedobnak valamit a köztudatba, a Fidesz pedig abból törvényt csinál. Tehát erre utalnak nagyon sokan, hogy igazából a Mi Hazánk a Fidesz szatellitpártja, hanem itt most utána mennek a trendnek, Orbán Viktor szavaira reflektálva érkezik Novák előd, és azt mondja, hogy emeljék 14-ről 18-ra, az már egy másik téma, hogy ezt jónak tartjuk-e, vagy nem, de majd lehet, hogy ezt is megvitatjuk. Nem szeretnék az a rossz arc lenni, és először kezdem azzal, hogy mélységesen elítélem, amit ez a Bite úr képviselt a TikTokon, de az, hogy pedofilnak hívjuk, az nem feltétlenül fedi a valóságot. Azt sem szeretném mondani, hogy nagyon jó, hogy ő az ebeofil szót behozta, meg hogy ezt képviseli. Azt mondom, hogy nagyon gusztustalan, amit ő csinál, morálisan elítélendő, de nem a pedofília. A korhatár pedig amúgy nagyon érdekes, hogy ezen én egyébként nagyon-nagyon sokan gondolkoztam, amióta ez az egész ügy kipattant, ugye a Fidesz-KDNP kormány volt az, aki lejjebb vitte a beleegyezési korhatárt, és nem vagyok benne biztos, hogy én ennek nagyon ellene vagyok, mert lehetnek olyan esetek, amikor szükség van erre. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy adunk egy korhatárt. A Szájer József kezdeményezte annó? Mit tudunk erről? Erre sajnos nem emlékszem, de ez jó lenne. Igen, nem, tehát, hogy valójában az a probléma ezzel az egésszel, hogy a soha nem fogod megtiltani, vagy tudni megmondani fiataloknak, hogy ők ne akarjanak együtt lenni. Innentől kezdve gyakorlatilag csak az a kérdés, hogy mikor teszed büntethetővé. Tehát ugye ez sajnos ez a korhatár felemelése, ez nem fogja maga után vonni azonnal, hogy innentől kezdve tényleg mindenki 18 éves koráig csak nézegeti egymást, és maximum egy csókot lehel szerelmetes párjára. A 14 éves korhatár arra volt jó, ugye, hogyha mondjuk egy 14 éves és egy 19 éves szerelmesek lettek egymásba, akár szexuális együttlét is volt, akkor ne lehessen mondjuk bosszúból, egy szakítás utáni bosszúból például börtönbe küldeni a volt párjukat, vagy mondjuk a szülők ne tudjanak ezzel visszaélni. Én azt gondolom, hogy ez az egész téma rettentően bonyolult és nagyon összetett, és én nem tudnék olyan kort mondani, nem olyan meg kell használni. Nem annyira bonyolult, azt tudjuk, hogy az emberek máshogy érnek. Tehát van, amikor egy 15 éves gyerek az még gyerek, van, amikor egy 15 éves gyerek már valójában sok tekintetben felnőtt, és aktív nemi életet él, stb. És se korlátozni, se megtiltani, szerintem a Fidesz egyébként nagyon progresszív döntést és jó döntést hozott, amikor levitte a korhatárt, mert ez tényleg olyan egyszerű dolog, hogy embert ne küldjünk azért börtönbe, mert szeretkezik valakivel. Tehát aki egyébként autonóm, felelősségteljes, konszenzuális és tisztában van a döntésének a következményeivel, és a szeretet alapon hozta meg, most így véletlenül se kerüljek bármilyen célkeresztjébe a Fidesznek, vagy a Mi Hazánknak. Itt az a baj ezzel, amit a Novák előtt felvetett, hogy ez egy melegellenes hetsz kampány. Tehát ami történik, az nyilvánvalóan egyébként egész egyszerűen az uniós jog harmonizáció és az uniós jog miatt nem működne, nem lehet diszkriminálni azt, hogy egy meleg párkapcsolat vagy egy heteroszexuális párkapcsolat különböző törvényi megítélés alá essen. Ez valószínűleg egyébként vörös vonal lenne az Európai Uniónak, de szerintem jogilag is nagyon nehezen elképzelhető, hogy ezt keresztül lehetne vinni, és egyébként én a Fidesz mindennapos gyakorlatában, miközben nagyon erőteljesen játszanak sokszor homofób húrokon, és ugye a pedofíliával való összemosása a homoszexualitásnak az időről időre megjelenik a retorikába, de én a jogmezején alapvetően azt látom, hogy tiszteli a homoszexuális közösségnek a jogait, a homoszexuális közösségnek a biztonságát, tehát hogy semmiképpen sem vagyunk mi egy fehér Oroszország, vagy egy Oroszország. A probléma tényleg az egyébként, hogyha ebből ne adj Isten mondjuk egy politikai licit lesz a Mi Hazánk és a Fidesz között, hogy ki az, aki keményebb, és ki az, aki megmutatja a melegeknek, hogy eddig és ne tovább. Abból esetleg
lehetnek még súlyos problémák, bár ne lennének. A probléma az, hogy itt is az ostor a 18 éven aluliakon fog csattanni, hiszen egyébként a Novák Előd javaslata az megtiltaná két 17 éves fiúnak, vagy két 17 éves lánynak is az intim együttlétet, tehát csak menjen le bármilyen buliba egyébként, ahol nyilvánosan egyébként heteró csajok is csókolóznak, hogy ez is lássa, hogy egyébként ez a törvény, ez teljes őrültség és betarthatatlan. De ez a víz, hogy csókolózhatnak, de már ne bújjanak ágyba. Tehát mondjuk két homoszexuális esetében hol húzzuk meg a határt, vagy akár heteroszexuálisok esetében hol húzzuk meg a határt, ami már szexuális együttlétnek számít. Mert ezt már olyan ügyes taktikákkal... Hát biztos, hogy a mi hazánkban sokat fantáziáltak erről, és nekik biztos vannak vagyok abban, hogy... Vannak kész terveik, szerintem a Pornhub előtt így osztályozzák, hogy na ez még belefér, ez már nem fér bele. Illusztrálhatják szerintem is videókkal, hogy ez így oké, ez innentől pedig nem. Tehát két lány csókolózik, vagy két férfi csókolózik, az még nyilván meghekkeli ezt a rendszert. Igen, a Novák előtt nem hangsúlyozta, tosabban hangsúlyozta, hogy a szexuális hogy a homoszexualitás szexuális deviancia természetellenes biológiai zsákutca, amely a droghoz hasonlóan ideig, óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben semmi esetre sem. Egyébként ez egyrésztről úgy hülyeség, ahogy van, mert én nekem a személyes ismeretségi körömben is van olyan meleg pár, akik már 20 vagy 30 éve együtt vannak, és úgy tűnik azért, hogy ilyen hosszú, legalábbis ebben... Lászlófászból is tudjuk, hogy ez létező dolog. Jó, de az tehát film. Erre meg amúgy nem is kell felhozni ismerősöket példának, tehát hogy alapvetően mennyire lehet boldogtalan az az ember, aki nem tudja elképzelni, hogy azok az emberek, akik nem úgy viselkednek, mint ők is lehetnek boldogok. De a másik fele, hogy igaz egyébként, hogy a szex az maga tényleg úgy működik, hogy az ideig óráig szerez örömet, és a droghoz hasonlóan kell az újabb és az újabb adag. Tehát, hogy valójában a Novák Elődnek a szexel van problémája, mert a heteroszexuális szex is olyan értelemben tök ugyanez, mint a homoszexuális szex, hogy hát az ember lefekszik a csajával, de... Itt az orgazmusról beszélsz, bocs. Tehát van párkapcsolati szex, ami érzelmi kielégülést is ad, és van az a fajta szex, amikor mondjuk egy prostituáltnak fizetsz, és akkor ez mondjuk egy testi kielégülés mindkét félnek. De van az, amikor ez a fajta spirituális egyesülés, tudod, és azt tényleg meg lehet élni egy kapcsolatban, hogy a testetek olyan módon egyesül, azt nem mondom, hogy a lelketek is, de valami több lesz ott, és valami olyan aura keletkezik, amiből aztán a kapcsolat ez tud... Kamu. De ez várjál, csak a heteropároknál működik, vagy nem? Azért, mert te még nem élted, hát nem biztos, hogy kamu. Na, szerintem ezzel szedtél fel csajokat, tuti. Biztos vagyok benne. Na jó, mindegy. Legyen így. Egyébként, hogy ez a likelicit, ami megy most ennek a elmebeteg figurának a kapcsán, ami egyébként szerintem tényleg jogi szabályozást igényel. Tehát én is azt mondom, hogy a Novák Előddel ellentétben én nem azt mondanám, hogy 18 év alatt meg kell tiltani minden meleg kapcsolatot, de azt lehetne mondani, hogy mondjuk egy 18 év alatt már mondjuk 30 fölötti férfival, meg nővel ne járjon a 18 év alatti kiskorú. Tehát, hogy valamilyen szabályozást én el tudnék képzelni, és nem... Én erre mondtam azt, hogyha lefejtjük erről tényleg csak a szexualitást is, itt a kor meghatározása szerintem egy ilyen nagyon-nagyon nehéz átgondolás. Hát az lehetetlen vállalat. Skóciában nemet lehet változtatni legálisan úgy, hogy az az egyén, na aki most behozta tényleg a propagandát. De ne erre koncentráljunk, hanem az, hogy ezeknél a törvényeknél a korhatárbe sorolás. Tehát Skóciában nemet tudsz úgy változtatni, hogy egyébként a boltban cigit nem vásárolhatsz, vagy alkoholt. Jó, és itt van egy like, meg egy vérszomlicit, ami kialakult. A Sebestyén Balázs, meg a Mi Hazánk, ugye, akik ebben nyomultak, de a leggusztustalanabb módon egyébként a Sóbert Norbi csatlakozott ehhez, aki azt mondta, hogyha a Sebestyén Balázs vasvillát állítana ennek a LMBTQ
propagandistának, aktivistának a hátába, akkor ő kocsi után kötné, és végighúzná az utcán a csávót. Tehát a Sorbert Norbi az bejelentkezett egyébként úgy, hogy az az ember tényleg bűncselekményt nem követett el, de ő mindjárt azt mondta, hogy büntessük meg úgy, ahogy a Talibán bünteti meg a rendszerének ellenszegülőket, és engem egyszerre rémiszt meg az a 40 éves arc, aki a TikTokon vadászik 15 éves, meg 16 éves fiúkra, meg lányokra, meg bárkire, meg egyáltalán. Meg ez a fajta középkori reakció, amit erre tudnak adni. Meg ez emberek. A vérszom. Tehát, hogy ezek az emberek egyébként tényleg azt gondolják, hogy ők jobbak egy centivel is, akik vasvillát akarnak a másik hátába döfni, akik végig akarják kocsin húzni a főutcán ezt az embert, hogy ők bármivel is jobbak, mint ez a nem tudom én milyen Bélászló, vagy mit tudom én, hogy hívják, mert szerintem semmivel se jobbak, hanem pusztán csak annyi van, hogy ők azt érzik, hogy ez a kijelentés, amit ez a figura tett, ez most megadja nekik a lehetőséget, hogy kiéljék nyilvánosságba azt a vérszomjat, ami egyébként ott van bennük. És én megmondom, és tényleg az van, hogy nem szeretném, hogy a gyerekem közelébe olyan ember legyen, mint ez a pedagógiai asszisztens, de nem szeretném, hogy egyébként olyan ember legyen, akiben ilyen gondolatok, meg ilyen indulatok, meg ilyen dű, meg hogy ezek így fantáziálnak arról, hogy hogyan kínoznának, meg hogyan ölnének meg embereket, hát ez rémisztő. Az, hogy Novák Elődék nagyon profin kommunikálnak és politizálnak, az már korábban is kiderült, és ez is egy bizonyíték arra, és két okból is. Egyrészt Novák Előd szerintem ezt azért dobta be a köztudatba, mert látja, hogy társadalmi konszenzus van arról, amiről beszéltünk. Tehát ha látja azt, hogy Sebestyén Balázs így reagál egy ilyen hírre, illetve Sobert Norbi is, tehát közéleti szereplők a jobb, illetve baloldalról megmondják a tutit ezzel kapcsolatban azt, ami egyébként sejthető, és ami egyébként a fideszes retorikának is megfelel, akkor nyugodtan kiállhatnak ezzel, mert még csak közvéleménykutatás sem kell tartaniuk, látják ezt az elemi vérszomjat, ami fűti az embereket, és akkor nem lőnek mellé. A másik pedig szerintem azért dobta be ezt a köztudatba, hogy elmondhassa a szexuális devianciáról szóló kis mantráját. Erről szól az egész, semmi másról.